Nem ritka, hogy az újonnan épülő társasházi lakások szinte a tervezőasztalról kelnek el. Idén országosan majdnem 20 ezer lakás építésére adtak ki engedélyt, ebből minden második társasházi beruházás. A fejlesztők szerint félő, hogy ezek az építkezések csúszhatnak az építőiparban fellépő drágulás és munkaerőhiány miatt. Minden esetre az új és használt ingatlanok értékesítése továbbra is növekszik, és nem csak a fővárosban. A megyeszékhelyeken további forgalom növekedéssel számolnak az ingatlan értékesítő irodák. A lakáseladások száma 10 évvel növekedett, és mind az új, mind pedig a használt ingatlanokat is folyamatosan emelkedő árakon értékesítik, főként a nagyobb városokban. Erős forgalmat zárt szeptemberben is a lakáspiac. Az ország egyik piacvezető ingatlan értékesítő hálózatának adatai szerint országosan 13.639 adásvétel zajlott, körülbelül több mint 115 ezer lakást cserél gazdát. Ez lényegében megfelel az előző évi mennyiségnek, amikor mintegy 114 ezer adásvétel bonyolódhatott 9 hónap alatt. A KSH-s adatok szerint a lakáspiaci élénkülés 2013-tól figyelhető meg, kezdetben kisebb mértékben, majd 2015-2016 derekán kiugróan magas volt az adásvételek száma. Tavaly az eladott lakások többsége használt ingatlan volt, és jóval kevesebb volt az újonnan épült lakások száma. Az olcsóbb, forint alapú fix törlesztő részleteket kínáló támogatott lakáshitelek továbbra is emelik a lakáseladások számát. A minősített, fogyasztóbarát lakáshiteleket szeptembertől lehet igényelni, a fogyasztók még több intézet kínálatából választhatják ki a számukra legkedvezőbb lakáshitelt. Az új lakásokra és családi házakra a több gyermekesek kérik a csokot, az állami támogatások hozzájárulnak a lakáspiaci szektor növekedéséhez. Az elmúlt egy évben országosan több mint 19.800 új lakás építésére adtak ki engedélyt, minden második több lakásos társasházi beruházás, nem ritka, hogy az új lakások szinte a tervezőasztalról kelnek el. A lakásfejlesztéseknél megfigyelhető, hogy 1-2 negyed évvel ki kellett tolni az átadási határidőt, ugyanis az építőiparban fellépő munkaerőhiány, a megnövekedett anyagköltségek és az építőanyag hiány miatt is csúsznak a kivitelezések. A témát folytatjuk itt a stúdióban. Fehér Attila a vendégem, a Duna House iroda vezetője és az értékesítési vezetője. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Attila, nagyon sokat beszélgettünk mi korábban az ingatlanpiac fejlődéséről és arról, hogy az elmúlt években milyen változáson ment keresztül, de igazából a piaci folyamatokat szeretnénk ebben a rövid kis beszélgetésben áttekinteni, mert hogy az csak egy része, hogy az ingatlan eladás tovább pörög, és az előző hónapok adatai is azt mutatják, hogy nem csak a fővárosban, de a nagyobb városokban és a megyeszékhelyeken is van érdeklődés a használt és az új ingatlanok iránt. De hová vezethető vissza az a folyamat, hogy továbbra is hiába emelkednek az árak, vonzó marad az, hogy lakást vesznek az emberek, és hát befektetési céllal is ezt tudjuk, nem csak lakhatási céllal. Nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, főleg, hogy a legegyszerűbb talán úgy lenne, hogyha elmondanám, hogy ez az egész úgy néz ki, mint egy vízbe dobott kő. Amikor elindulnak a hullámok, akkor eléri az első hullám, ugye az újépítésű ingatlanokat. Nagyon kapók voltak az újépítésű ingatlanok, amikor megjött a csok 2015 elején. Azt követően, hogy a csokkal az újépítésűeket elkezdték vásárolni az emberek, rájöttek arra, hogy van egy olyan rész is, ami már jobb áron elérhető, viszont a kereslet még nem olyan túl nagy, tehát még nem fog a közeljövőben masszívan emelkedni az ingatlanoknak az ára. Ezek voltak a felújított vagy az újszerű, de használt ingatlanok. És harmadsorban pedig, amikor mindez begyűrűzik, tehát amikor a hullám tovább érkezik, akkor a használt ingatlanok is egyre keresettebbek lesznek, és hát nyilván ez hozza majd a folyamatos árnövekedést is ezeknél az ingatlanoknál, mindegyik ingatlannál. Jó, mert közben az elemzők jósoltak olyan tendenciákat is, hogy például az árak, ami hirtelen megugrott 2015 után, amikor bejelentették az állami támogatásokat, az stagnálhat, vagy stagnálni fog néhány nagyobb városban. Ez nem jött be. Ennek mi áll a hátterében? Ez minek köszönhető? Én ezt is az egészet az újépítési ingatlanokra vezetném vissza. Az újépítési ingatlanok drágulásának nagyon sok minden áll a hátterében. Erről ti is beszéltetek, minden híradás erről szól, hogy mennyire drágák ezek az újépítési ingatlanok most. Ugye nagyságrendileg 320-340 ezer forintról beszélünk négyzetméterenként. Az, hogy ezek drágulnak, az visszavezethető arra, hogy
kevés az a munkavállaló, aki valóban szakképesített, és el tudja végezni azokat a feladatokat, amikre itt szükség van. De visszavezethető egészen addig, hogy a nyersanyagok hogyan drágulnak, hogy például a betonacél, vagy egyes kőolaj termékek, amikből bizonyos szigetelőanyagok készülnek, azoknak az ára is emelkedik. Így emelkedik az újépítési ingatlanoknak az ára is folyamatosan. Most az elemzők is kétféle megközelítéssel élnek. Az egyik az az, hogy amikor 2019-ben megszűnik ez az 5%-os áfa kedvezmény, akkor várható-e árcsökkenés vagy stagnálás egyáltalán, vagy árcsökkenés, vagy pedig további keresletnövekedés várható, ezt sajnos még mi sem tudjuk. Vagy fenntarthatják ezt az áfa kedvezményt egyébként? Erről is szólnak híradások, vannak olyan médiumok, amik beszámoltak arról, hogy a kormány, ha nem is ebben a formában, de valamilyen úton, módon szeretné segíteni az új lakáshoz jutást, ugyanis ez nem csak a fejlesztőknek és a vásárlóknak jó, hanem ez állami szinten is előnyös. Ugyanakkor nem biztos, hogy nem kerül vissza ez a világrekord áfa az ingatlan szegmense is. Lehet, hogy más úton, módon fogják ezt elősegíteni. Ugye itt most arról beszéltünk, hogy az új társasházak szinte a tervezőasztalról elkelnek, tehát könnyű értékesíteni ezeket a lakásokat, és itt a megyeszékhelyen is hát látjuk, hogy épülnek ezek a lakások. Na most, hogy csúsznak-e a kivitelezések, ugye kivitelező válogatja, meg nagyon sok minden közre játszik itt, de létezhet-e az, hogy ezek a lakások, hogyha 2-3 évvel később épülnek meg, akkor beleesnek egy olyan ingatlanpiaci változásba, hogy az áruk már nem éri meg azt, mint amennyit beleépítettek. Ugye beszélünk most az építőanyagok drágulásáról is, hogy az építetők azt mondják, hogy ők betonba öntik a pénzüket tulajdonképpen, és hogyha sikerül eladni a lakást még most, akkor jól járnak, ha nem, akkor pedig széttárják a karjukat, és ők sem tudják, hogy mi lesz. Azért jellemzően ekkora csúszásokról még nincsen szó. Amiről most szó van, az egy-egy hónap, vagy egy-egy negyed év maximum. Azért az egy-egy negyed év, vagy egy-egy hónapos csúszást is érdemes úgy szem előtt tartani, hogy ennek is lehet hatása az árak változására. Tehát most újépítésű ingatlannál is két irányba megyünk. Van olyan, amikor bizony csökkennek a négyzetméter árak, és van, amikor még mindig emelkednek. Ugye csökkenni akkor tud például egy ingatlannak a négyzetméter ára, amikor nagyon szükség van arra, hogy pénzhez jusson a befektető, vagy szeretné minél hamarabb értékesíteni a még nem eladott ingatlanokat. Árnövekedése pedig akkor van drasztikusan lehetőség, vagy példa. Tehát amikor nem csak maga a piaci folyamat emeli az árakat, hanem közben szól mondjuk egy befektető, az akkor fordul elő, amikor már eladott majdnem minden ingatlant, például egy újépítésű háztömbben, és a maradékot már mindegy, hogy mikor értékesíti, szeretne több árat kapni érte, vagy magasabb árat kapni érte. Egyébként megy a licit, megy a verseny az építetők között is, hát nyilván ugye a vevői oldalon mindenképpen. Hát nem csak, hogy ár szempontjából, de még munkaerő szempontjából is, igen, megy. Ugyanígy, mint ahogy az árak is le is fel, ugye a licit is. Akkor nagy a konkurencia, akár egy ilyen megyeszékhely nagyságú városban is. Jellemző. Így van, persze, jellemző. Most az elmúlt néhány hónapban, vagy hát ugye ezek a lakások most épülnek itt a megyeszékhelyen is, tehát a következő évben lesznek átadva. Mennyi, nagyságrendileg mennyi új lakás épül Nyíregyházán? Még az év elején azt mondták, hogy ez nagyjából egy 600 új lakást jelent. Most viszont, ahogy ugye a témánk is foglalkozott ezzel a csúszások miatt és a késői átadások miatt, ezt nem tudja senki megmondani, hogy ez éppen hány lakásszám. Ugyanis folyamatosan állnak le, vagy fejezik be az ingatlan fejlesztéseket. Tehát van olyan, aki már most arra készül, hogy hamarosan leáll, és majd csak akkor folytatja, amikor például mindent eladott, vagy mindent értékesített, vagy amikor új vevő érkezik hozzá. Van még hely egyébként a bővülésre, bővítésre? Igény az van nyilván a vevői oldalon. Én úgy gondolom, hogy van, bár most már egy picit veszélyes ez a terep, ugye pont az 5%-os áfának a véghatárideje miatt, de nyilván az emberek szeretnének általánosabban elmondható, hogy minél jobb lakókörnyezetben élni. Ezért valószínűleg van. A családi házas építkezésekről mit láttok, mennyire változott, hogyan alakult? Ugye itt ez a bizonyos csok húzta fölfelé a családi házak építését. Belevágnak-e építkezésbe a családok? Mivel az ingatlanoknál a telek ára is egy nagyon fontos tétel,
És ugyanúgy, ahogy az ingatlan, lakóingatlan és lakóingatlan árak is elszálltak, ugye a telekárak is. Ezért jellemző, vagy hát észrevehető, hogy ha csokos lakásvásárlásba, vagy házvásárlásba fognak, akkor gyakrabban vásárolnak most ikerházakat, mint önálló családi házakat, vagy mint korábban ikerházakat. Ez pont azért van így, mert a telekhányad így jóval kedvezőbb áron jön ki. No, hát lehetne még erről beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és tényleg érdekes volt ebből a szemszögből átlátni az egész piaci helyzetet.